Nagy-nagy szeretettel üdvözlök mindenkit! Rák új hold. 2024. szeptember 3-án új hold a Szűzben. A hold nagyon szereti a rákokat. A hold védelmezi, oltalmazza a rákokat. A hold szeret új információt adni, valamit megmutatni. Nos, hát mire számíthatnak a rákok most, újholdkor? Mivel a hármas asztrológiai ház érintett, a hármas ház a kommunikáció, az utazás, a rövid út, a belföldi út, a hármas ház maga a tanulás, az ilyen alapképzés, az ilyen továbbképzés, az is ide tartozik. Az autó, a jogosítvány, az is ide tartozik. A testvérek ide tartoznak, a szomszédok ide tartoznak. Na mi lehet itt? Több a kommunikáció, több a találkozás lehet, több az utazás lehet. Ide el kell ezt menni, oda el kell ezt menni, ide utazni, oda utazni, csengetni valakinek, nekünk fognak csengetni, sok üzenetet kaphatunk. Tehát, igen, találkozás a rokonokkal, ugye a rokonok is ide tartoznak. De inkább rövid utak. Nos, a közlekedés, minden, ami közlekedéssel kapcsolatos, tehát az is ide tartozik, valamilyen lehetőség, valamilyen változás lehet, autóvásárlás lehet, és most jó, mert a Merkur nem retrográd, tehát lehet autót venni, sok utazás ide-oda, tehát a városban például utazhatunk ide-oda valamit intézni, valamilyen esemény lehet a testvéreinkkel például, új készségek elsajátítása. Ez a ház, ez maga a média, a megnyilvánulás, a bátorság szektora ez a ház. Nos, minden, ami az önkifejezéssel kapcsolatos, ez lehet reklám. A cégünket fogjuk reklámozni például. Új ismerettség lehet, ami fontos lesz nekünk. Na de nézzük a kártyákat. Új hold, új kártyák. Na nézzük, akkor nézzük. Mi lehet itt még? Mire számíthatunk? Ötös, kelyhek. Önmagában nem egy kellemes kártya, mert ilyen csalódást szokott mutatni valamiben vagy valakiben. Mivel a rokonság ide tartozik a hármas házhoz, a közvetlen környezetünk, tehát lehet itt valamilyen veszekedés, vita, valamilyen kis kellemetlen helyzet a rokonokkal, a közvetlen környezetünkkel. Egyébként ez a kártya mutat ilyen dolgokat, mint veszekedést a vérrokonokkal. Na, mi van itt? A legmisztikusabb kártyát megkaptuk. Ez maga a főpapnő, ez maga a mágia, ez maga a varázslat. A hold ide tartozik ehhez a kártyához. Valamilyen titok van, és ez az új hold ezt nekünk meg fogja mutatni. Lehet, hogy emiatt lesz ez a kis vita, veszekedés, ez a kis szomorúság, mert valamit megtudunk valakiről. Micsoda titokzatosság. Vagy éppen a mi titkunkat elárulja valamelyik rokon, vagy szomszéd. Négyes kelyhek, megint kelyhek. Megint van itt valamilyen szomorúság. A lényeg ez a négyes, és ez az ötös azt üzeni nekünk, hogy hiába lesz szomorúság, fel a fejjel, az univerzum ad nekünk valamilyen lehetőségeket. Ez a kártya nagyon misztikus, ő blokkolja az információt, ez a főpapnő. Tehát itt a fenti erők valamit nekünk tartogatnak, amiről még nem szabad tudni.
De az biztos, hogy nem fognak hagyni minket sokáig szomorkodni. Tehát jönni fog az a bizonyos megoldás, az a bizonyos segítség, és ez a kártya maga a segítség. Hatos és érmék. Ez az a kártya, amikor valaki segít nekünk, segít rajtunk. Valakitől megkapjuk azt a bizonyos értéket. Lehet, hogy pénzt. Ha mi adunk pénzt, mert ez a kártya tud olyat is mutatni, hogy nekünk kell adni, segíteni. Például a rokonok kérhetnek itt tőlünk pénzt, a közvetlen környezetünk. Hát nem biztos, hogy visszakapjuk mi azt a pénzt. És lehet pont emiatt lesz ez a csalódás. Na nem semmi. A nulla, a kezdés. Újholdkor nagyon jó valamit elkezdeni, nagyon jó valamibe belevágni. 2 hétig tart az energiája. És ha most itt valamit elkezdünk, az eredményt például megkapjuk egy 1/2 év múlva, amikor teli hold lesz a szűzben. Valamit elindítani a nulláról. Kapunk hozzá ilyen termékeny talajt, mert itt van a főpapnő, föld energia. És ugye, ha szűzről beszélünk, akkor ő földi jegy, tehát dominál a föld energia. A föld energia. Lehet pont azért lesz az a bizonyos szomorúság, mert mi valamit el akarunk kezdeni, valamibe belevágni a nulláról, és egyszerűen itt a közvetlen környezetünk nem támogat minket, nem kapjuk meg a támogatást. Nem baj, ez a nulla azt üzeni, hogy ne is foglalkozzunk ezzel. Tehát ha tényleg mi valamit el akarunk kezdeni, érdemes belevágni. Tehát a bolygók állása is nagyon jó. A Merkur már nem retrográd. Micsoda energiák. Na, mi van itt? Csodálatos. És ott a hold. Ez a diadalszekér. Ez a ti kártyátok. Ez a ráknak a kártyája. Előrehaladás. Előremenetel. Egyenesen a célokhoz, az álmokhoz, a vágyakhoz. Ez a kártya azt üzeni nekünk, hogy ne hallgassunk senkire, senkire. Lehet, hogy itt a közvetlen környezetünk, a testvérek, a rokonok, mindenki húz vissza minket, azt mondja nekünk, hogy ne tedd ezt, milyen bolond vagy, mert itt a bolond, hogy te ebbe belevágsz, ne csináld ezt. Vagyis, igen, ő a bolond. Tehát ne csináld ezt. Ne hallgassuk. Hallgassunk az intuíciónkra, a megérzéseinkre. Hát itt van maga a főpapnő, az intuíció. 2 darab hold megjelent nekünk. Ugye a főpaphoz is hozzátartozik a hold, és itt a diadalszekér, ott is megjelent nekünk a hold. Tehát hallgatni kell a belső hangra, azokra az üzenetekre, amiket küld nekünk az univerzum. Haladni a célokhoz, az álmokhoz. Nem szabad hagyni, hogy mások, úgymond, letérítsenek minket arról a bizonyos útról. Azt a gyeplőt erősen kell tartani a kezünkbe, és irányítani nekünk, itt a kulcs szó, nekünk kell irányítani azt a diadalszekeret. Nem szabad hagyni, hogy valaki átvegye ezt az irányítást, valamelyik rokon, valamelyik testvér, valamelyik szomszéd, valamelyik mit tudom én kicsoda. Nem. Tehát itt a kulcs a megoldáshoz. Majd a végén csodálkozni fognak, hogy na nézd meg, mert lépni, megmerte tenni. És aki mer, az nyer. A bolondnak szerencséje lett. Ezt fogják mondani. És csak csodálkozni fognak, hogy na nézz oda, tényleg. Nem hiába a 3-as ház, a 3-as szektor, ahogy én szoktam mondani, ez a bátorság szektora. Ez az, amikor megmutatom magam. Itt a bolondnál az Uránusz dominál. Az Uránusz maga a bátorság, maga a forradalom.
mer megmeríteni az ember, amikor ezek az erők dominálnak. Gyorsan húzok még egy kártyát. Nagyon erős energiákat kaptunk, különleges energiákat kaptunk. Na mi van itt? A király tűzenergia. Ez a király bátor. Ő nagyon bátor, ő nem ijed meg a problémáktól, az ellenségtől nem ijed meg. Ő vezeti a hadsereget, a hadsereg élén áll. Nem bújik el a hadsereg mögé, de nem ám. Tehát ez a bátorság, ez visz minket a sikerhez. És a kártyapakli alján mi szerepel? Tízes. Érmék. A pénzeső, az aranyeső, az utolsó kártya a kisarkánumban. Tehát elérjük ezt az értékes dolgot. A család kártyája, az egész család a végén örülni fog. Különleges. Különleges. És ott a hármas kelyhek alatta a pezsgőbontás. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!